tisztelettel köszöntöm mind azokat az őszinte magyarokat, akik azért vannak itt, hogy ősírásunkat még jobban megismerjék, mint ahogy eddig tették már volt. Nem feltétlenül hangsúlyozom az őszinte magyarokat, mert magyarnak utóbbi időben sokan vallják magukat, csak nem úgy élnek és nem úgy cselekszenek. Ezek ellepték Magyarországot, és érdekes módon nem a magyarokra szavaztak. Bízunk benne, hogy a jövőben ez másképp lesz, és ez a jövő, pontosabban ennek a jövőnek az áloga az, hogy nem csak a kiművelt emberfők száma növekedjék, hanem azoknak is, akik ősi kultúránkat és írásos kultúránkat megismerik. Ez ugyanis idegen szóval alfája és omegája a magyarság történetének, megmaradásának és mindazzal, ami a jövővel kapcsolatos. Enélkül lehet pártokat alapítani, szervezeteket, köröket, a rovásírás nélkül, ismerete nélkül semmi nem fog sikerülni. Tehát nem vetül hangsúlyozta Aladár, hogy kérjük, figyeljenek oda, és bármilyen kérdésük van, bármilyen kétségük van azzal kapcsolatban, ami elhangzik, bátran tegyék fel, mert azért vagyunk itt, hogy megválaszoljuk önöknek. És időről időre Klárinak az előadását néhány dallal szeretném díszíteni, hogy egy picit, ahogy Ilonka is tette, hogy jól föl lehet az embereket rázni a dallamokkal. Ezek a dallamok, ezek a mi készülő lemezünkről lesznek. Tavaly néhányat már elénekeltünk belőle, nem visszük túlzásba, hiszen itt tudomásírásról lesz szó, tehát nem énekóráról, de azért néhány dalt mindjárt az elején azzal kezdjük, ami őseinkhez kapcsolható, legalábbis arról, amiről ez a zene majd szólni fog. A későbbiekben fogok róla bővebben néhány mondatot. Pár taktus az egész, pár ütem, amivel bevezetném Klári előadását. Hogy ismét itt lehetünk önökkel, és bevezetésképpen néhány szót szeretnék szólni arról a két személyiségről, aki a táblán látható. Egyikük Torma Zsófia, múlt század végén élt magyar régésznő, a világ legelső régésznője. Sajnos a lexikonokban egyáltalán nem szerepel, vagy csak néhány sort kap, és egy amerikai régésznőt tartanak a világ legelső régésznőjének. Másikuk Fórai Sándor, rovásíró körünk névadója, ő jelenleg 92 éves, és a rovásírásról a legnagyobb összefoglaló, rendszerező és oktató munkát írta, amely ott most a képen, a kezében látható, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az idei ipolysági találkozón találkozhatunk Bíró József történésszel,
aki ehhez a nagyszerű könyvhöz az utószót írta, és nagyon örülünk, és nagyon megtisztelő, hogy ő is meghallgatja az előadásunkat. Az előadás anyaga a Tatárlakat titka, amely a Kétholos könyvesboltban erről négy részben körülbelül 4x2,5-3 órás előadást tartottunk Gáborral, és hát most ezt nagyon-nagyon össze kell sűríteni ebbe a másfél órába. A teljes terjedelmében egyébként itt Editnél és azt hiszem Mikinél is kapható Kőbevésték fába rótták című könyvünkben található az előadás. 23 évvel ezelőtt az iskolában, ahol dolgoztam, és ahol ismerték a rovásírás és a sumér magyar rokonság iránti elkötelezettségemet és érdeklődésemet, egyik munkatársam nagy örömmel hozott be egy folyóiratot, a Forrást, amelynek az 1981. novemberi számában először láthattam meg ezt a három agyag táblácskát, a korongot és a két táblát. Már ekkor is 20 évet késett a tudósítás erről a nagyszerű leletről, ugyanis ezt 1961-ben az erdélyi Tatárlakán egy Nikolaj Vlasza nevű román régész találta, és a magyar hivatalos történetírás ezt úgy, ahogy általában szokták a magyar nemzet szempontjából jelentős emlékekkel tenni, szintén elhallgatta. Makai János professzori az érdem, aki két alkalommal is tudósított erről, majd pedig 20 év múlva 1981-ben ez a Forrás című folyóirat, amelynek a decemberi száma már nem is jelenhetett meg, ugyanis több szerző felvetette benne a sumér-magyar rokonság lehetőségét, és ennek következtében ezt a kecskeméti folyóiratot megszüntették. A Tatárlakai Lelet Együttest Gáborral már sok éve szerettük volna megnézni, aztán végül is Götz László és Kabai Lizett kolozsvári történész könyveiből megtudtuk, hogy a Kolozsvári Történeti Múzeumban kéne lennie. Gábor el is utazott 2003. decemberében Kolozsvárra, ahol azt a választ kapta, hogy Németországban vizsgálják a táblácskákat. A következő év nyarán együtt elmentünk, és akkor szintén ugyanezt a választ kaptuk, hogy még mindig Németországban vizsgálják. Egyébként a Kolozsvári Történeti Múzeumban magyarul egyetlen szó sincs kiírva. Torma Zsófia újkőkori leletanyagára épül a múzeumnak a anyagának a nagy része, azonban a régésznőnek a nevével sehol nem találkozhatunk a múzeumban. A múzeum alkalmazottai egyébként udvariasak, és az eredeti korong megtekintése helyett ajánlották megvételre a korongról és a táblácskákról készült másolatokat. Meg is vásároltuk, ez körülbelül 500 magyar forintba kerül, és hát majd, mint később látják, ők ugyanazt mondták, hogy teljesen méretarányos, pontos, hát azért elég nagy eltérések voltak, mint ahogy majd később kiderül. Nagy örömmel fedeztük fel azonban a tárlókban a Torma Zsófia által a Maros partfalából gyűjtött cserépkorsók, cserépedények alján rovás jeleinket. Ezek 6000-6500 éves cserépedények, és ezeken például már ezt az összevont rovás írásos jelet lehet látni. Ez két rovás betűből róta össze a 6500 évvel ezelőtt élt fazekas ősünk. Ez a H és a Z rovás jel nagyon ötletes összerovása. Ezt a Z jelet csak én jelöltem pirossal, ezek egyébként égetett agyagból készültek. Gábor egyébként levélben is megkereste a Kolozsvári Történeti Múzeumnak a román igazgatóját,
erdélyi barátaink románra is lefordították, és ezt még 2003. decemberében feladtuk ezt a levelet, azonban mindmáig erre válasz nem érkezett. Románul és magyarul is elküldtük. Miből is áll pontosan ez a lelet együttes? Egy körülbelül a kutatók szerint 40 éves embernek a megégett csontjaiból, megégett és összetörött csontjaiból, 28 agyagszobrocskából, egy kagylókarperecből és ebből a három táblácskából, így szóltak a korabeli tudósítások. Körülbelül, tehát én azóta, amióta először találkoztam ebben a Forrás című folyóiratban ezzel a tatárlakai lelet együttessel, tehát körülbelül 23 éve gyűjtöm róla az adatokat és a véleményeket, és körülbelül 50-52 véleményt gyűjtöttem össze. Azóta is találkoztam újabbakkal, ami már a könyvbe nem került bele. Ebből most az idő hiányában csak 2-3-at, a legérdekesebbeket szeretnék önök elé tárni. Az első mindjárt a feltáró régésznek, Nikolaj Vlaszának a véleménye, ugyanis ezeknek a korongoknak az a legnagyobb érdekessége, hogy a mezopotámiaihoz hasonló képírásos jelek találhatók rajtuk, és ami a leglényegesebb, hogy körülbelül 1000-1500 évvel fiatalabbak, mint a mezopotámiai hasonló képírásos emlékek, a korukat a szénizotópos mérések alapján 7000-7500 évesre teszik, tehát az újkőkorba helyezhetők, időszámításunk előtt 5000-5500-ban készülhettek, és ami még nagyon lényeges, hogy helyi anyagból készültek, tehát a vegyi elemzés kimutatta azt, hogy nem Sumérból, nem Mezopotámiából került föl, hiszen megpróbálták a hivatalos történészek azonnal a jelentőségét azzal kisebbíteni, hogy sumér kereskedők hozták fel a Kárpát-medencébe, azonban ezt a véleményt cáfolta az, hogy helyi tatár lakai agyagból készültek. A feltáró régésznek, Nikolaj Vlaszának a véleménye is az volt, hogy sumér kereskedők hozták fel az írásbeliséget a Kárpát-medencébe, és itt tanulták meg a Kárpát-medence őslakói. Tehát a feltáró régésznek is az volt a véleménye, hogy ez egy áldozati sírgödör, egyébként meglehetősen kicsit durvának találom ezt a kifejezést egy régésztől, egy sírról, amelyben emberi maradványok vannak, tehát ez, hogy áldozati gödör, ő minden esetre a román régész ezt a kifejezést használja erre az erdélyi ősünknek a sírjára, hogy áldozati gödör. Tehát az ő véleménye az, hogy sumér kereskedők hozták fel az írásbeliséget, és így kerültek fel ezek az írásos korongok is. Aztán miután a sumérológusok körében rendkívül nagy érdeklődést keltett a lelet, természetesen ez a külföldi sumérológusokra gondolok, hiszen itt nálunk nem is létezhet ilyen tanszék. Például a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Régészeti Intézete laboratóriumának sumérológus szakértője, ezt mindig olvasnom kell, mert képtelen vagyok ezt a hosszú címet megjegyezni, a neve nem szerepel a tudósításokban. Ő szöveges megfejtés, szöveges értelmezést ad a korong jeleinek, mégpedig, mint meglátják, ez elég vérfagyasztó, ugyanis a szöveges értelmezése az, hogy a 40. uralkodási évben Saue Isten szájának rituálisan megégettük a törzsfőnököt, ő a 10. Hát ez a Saue Isten szájának, ez azt jelenti, hogy a szovjet sumérológus szerint tatár lakán a kiszolgált főnökeiket megsütötték és meg is ették. Tehát emberevés tételez fel.
Egy Boris Perlov nevű kutató, akinek az írása alapján készült ez a bizonyos kecskeméti folyóiratnak a beszámolója, ő nem ért már egyet ezzel a túlzott falánkságot feltételező véleménnyel, viszont ő is Saue Istent fejt meg, szerinte a szöveg az, hogy a négy kormányzó Saue Isten a nagyeszű nemzetség fő tiszteletére megégetett egyet, tehát ő már csak, idézőjelben csak, ember áldozatról beszél. Aztán egy másik szovjet sumérológus, Kifisin, azonnal kapott az alkalmon, és előadást tartott és készített arról a tatárlakai lelet együttes alapján, hogy itt a Kárpát-medencében ős szlávok éltek már meghatározhatatlan ősidők óta, és ezek az ős szlávok olyan hatalmas tudással és tekintéllyel rendelkeztek, hogy még a kelták is Istennek tekintették őket. A nagy tudású Götz László a Keleten kél a nap című könyvében teszi helyre Kifisin sumérológust, és így ír azt az ő kijelentéseit a szovjet sumérológus őstörténeti mese délutánjának és a szláv sovinizmus émeitő ömlengéseinek értékeli ezt a kijelentést. Ezekről a bizonyos soha nem volt ős szlávokról, akik az írást feltalálták volna. Sok-sok véleményt kell sajnos kihagynom, de nagyon lényeges Fehér Mátyás Jenő feleségének, Fehér Mátyás Jenő emigráns történész feleségének, Walter Annának a véleménye, aki levélben kereste meg Nikolaj Vlaszát, a feltáró régészt, és felhívta a figyelmét Torma Zsófia régésznő betűgyűjteményére, amely a Kolozsvári Múzeumban volt akkor, illetve pontosan Vlaszánál, aki a Kolozsvári Múzeum régésze volt. És Vlasza válaszolt is Walter Annának, azt válaszolta, hogy Torma Zsófia kézirata már foszladozóban van, ceruzarajzai elhalványodtak, de a Kolozsvári Egyetem szándékozik kiadni egyben az egészet. Azóta sajnos Walter Anna és Vlasza is elhunyt, és hát nem lehet tudni, hogy vajon Torma Zsófiának a kéziratai hol porosodnak, hol foszladoznak tovább, és hát hír sincs arról, hogy a Kolozsvári Egyetemnek bármilyen szándéka lenne Torma Zsófia betűgyűjteményének kiadásával, amely egyébként szorosan összefügg és nagyon sok hasonló jelet tartalmaz, mint a tatárlakai táblácskák. Forrai Sándornak a véleménye az, hogy a korongon három rovásbetű, a ma székely magyarnak nevezett rovásírásról egészen biztosan felismerhető és rajta van, ez pedig a Z, az Eny és a G rovásjel. Továbbá feltételezi, hogy ez a két jel, mindjárt megmutatom kiemelve is, összevont rovásjeleket tartalmaz, tehát ez a nyílszerű jel, amely a bal alsó sarokban található, ez az N és D rovásjel összevonása, valamint a jobb alsó sarokban található tűzhely-szerű jel, ez szintén felbontható két rovásjelre, a B és a P rovásjelre. Makai János régész professzor, ő személyesen is ismerte Vlaszát, személyesen megkereste, kint is járt többször tatárlak a területén, és ő is behatóan foglalkozott a leletekkel több művében is. Összehasonlító táblázatot is készített, tatárlaka Mezopotámia és a tatárlakától 20 kilométerre lévő Tordos területén talált agyakkorongoknak a jeleiről. Ezeket a tordosi agyakkorongokat Torma Zsófia tárta fel. Tehát azt hiszem, hogy elég a terem másik végéről is látni, hogy ezek a jelek bizony
nagyon nagy részben, sőt azt lehet mondani, hogy teljesen megegyeznek, tehát bizonyítják a kapcsolatot a Kárpát-medence és Mezopotámia között. Egy nagyon érdekes véleményt is megtudhatunk Makai János professzor úrtól. Ő szerinte a sumér kereskedők csupán az égei tengeri szigetvilágig, az égei tengeri műveltségig jöttek föl, és egy erdélyi őslakosok pedig, akik szintén felkeresték ezt az égei tengeri műveltséget, itt találkozott az erdélyi és a sumér kultúra, az erdélyi és a sumér ősök, és itt adták át egymásnak a tudásukat, illetve ez a sumér kereskedő, vagy tanító, vagy írnok itt az égei-tengeri szigetvilágban adta át a tudását az Erdélyből levándorolt ősünknek, érdeklődőnek, aki aztán felhozta Erdély területére, és így adta tovább. A következő vélemény, ami fontos és érdekes, dr. Baráth Tibor volt kolozsvári egyetemi tanár, és később pedig emigráns történésznek. Azért szoktam itt tartani, mert egyébként olyan érdekes, mintha emberfej jelleget adna ki. Tehát ezek a táblácskák ebben a bizonyos Makai János által is említett égei-tengeri műveltségben, mégpedig a Knossoszi palotában kerültek elő, azonban körülbelül 4-4500 évvel fiatalabbak, mint a tatárlakai lelet együttes. Valószínű, hogy letöredezett a korongoknak a felső része, és szintén írásjeleket tartalmaznak, azonban fiatalabbak. Baráth Tibor véleménye egyébként az, hogy ezek a korongok, a tatárlakai korong, ezek a korongok és az átfúrt táblácska, ezek csillagászati segédeszközök voltak, tehát az ő véleménye az, hogy tatárlakán egy csillagász ősünk élt, és ő csillagászati méréseire használta fel a korongot, a táblácskákat, valamint ezeket a knossoszi táblákat, knossoszi korongokat is csillagászati célból használták. Nagyon fontos még, hogy Baráth Tibor azon kevés kutatók közé tartozik, aki egészen pontos rajzot közöl a korongról. Ugyanis a koronggal és a lelettel való foglalkozás során nagyon sok pontatlan rajzot lehet látni, amint önöknek is kiosztottam. Legtöbbször ez a bal felső negyedben lévő kis V jel hiányzik, ez azonban nagyon lényeges, és ez ott volt. A Turánnak az egyik számában, körülbelül 2002-es számának a címoldalán Erdélyi István közöl nagyon jó térhatású felvételt a korongról, és azon is világosan látszik, hogy a bal felső sarokban lévő kis V jel az bizony ott van, de nagyon sokan lehagyják. A következő vélemény, amelyet azt hiszem, hogy nem lehet kihagyni, Badinyós Ferenc professzoré, aki a lábás szótár alapján szöveges megfejtést ad a korongnak. Ez a szöveges megfejtés pedig nagyon szép, így hangzik: oltalmazunk, minden titok dicső nagyasszonya, vigyázó két szemed óvjon nap atyánk fényében. Az, amivel vitatkoznék a professzor úrral, az az, hogy az ő véleménye, hogy ezen rovásírás jelek nem szerepelnek, hanem az a három jel, amit Forrai tanár úr is rovásjelnek ítélt, ezek is a mezopotámiai ékírásnak a jelei.
Egy nagyon érdekes, ez csak az érdekesség kedvéért mutatom, és most nem véletlenül tartom így fordítva. Egy 17. budapesti 17. kerületi festőművész Bedei István szerint eddig mindenki, aki így foglalkozott a koronggal, az tévesen próbálta megfejteni, ugyanis a korongot véleménye szerint így kell tartani, és nem a furat, mert ugye a furat alapján néztük, nem a furat határozza meg a korongnak a helyzetét. Hát valószínű a művész úr az absztrakt művészek, az elvont művészek közé tartozik, hiszen ugye teljesen egyértelmű, hogy ez így fejjel lefelé áll. És egyébként ő azt mondta a korongról, az ő megfejtése, a fejjel lefelé történő megfejtése, a korong egy biblikus piktogram, kinyilatkoztatása neolitikumból, amely egy hierarchikus, monoteista, hármas világrendről beszél, jelzi a bibliai teremtéstörténetet, utal a világkorszakokra és az üdvtörténetre is. Hát ezt valahogy részletesebben ki kéne majd egyszer fejtenie. Igen, ugyanis... Tavaly játszottunk egy olyat, csak most nem hoztam el a rovás botot, hogy valakinek odaadtam, és aki idegen, amikor idegen szót használtam, vagy használtunk Gáborral, akkor a rovás botot fel kellett emelni, mert idegen, ugye a magyar nyelv az olyan gyönyörű és olyan hatalmas szókincsünk van, hogy teljesen felesleges nekünk idegen szavakat használni. Mint ahogy általában lenni szokott minden a magyarság számára jelentős lelettel, azt a magyar hivatalos történetírás természetesen igyekszik kicsinyíteni, vagy pedig teljesen elhallgatni. Ezzel a jelentős emlékkel is ez történt, és a külföldi tudósok, történészek bizony sokkal jobban érdeklődtek iránta, és sokkal többet foglalkoztak vele, hát mi nem is tudhattunk róla. Itt például egy Knight és Lomas, ez egy kutatópárosnak a neve, és méghozzá milyen csodás dolgot írnak. Könyvükben arra a következtetésre jutottak, hogy nem lehet megkerülni azt a tényt, hogyha létezett kapcsolat a két írásrendszer között, mármint a mezopotámiai és a kárpát-medencei, akkor csak a sumérek lehettek azok, akik az erdélyiektől tanultak. Hát ez természetesen tökéletesen így van, ezt bizonyítja a korongunk is. Több, egy másik külföldi véleményt szeretnék ismertetni, ez rendkívül mellbevágó, hogy úgy mondjam. Nagyon nagy ködösítés folyik a korong holléte körül. Hát ugye Gábornak 2003. decemberében azt mondták, hogy Németországban vizsgálják. Viszont már amikor a könyvünk már majdnem készen volt, már csak az utolsó simítások voltak, de még a tanulmány végére be lehetett illeszteni, a világhálón rátaláltunk egy Marco Merlini nevű olasz kutató tanulmányára, és akit majd érdekel, ezt ide kiteszem, ebben a nylon zacskóban le lehet másolni, és az angol nyelven, az interneten ezt meg lehet találni, ezt a véleményt. Marco Merlini 2003. októberében utazott Erdélybe, ahol egy román kutatóval újra vizsgálta a leleteket. Ennek a vizsgálatnak részeként a Román Tudományos Akadémia Antropológiai Kutatási Központja megállapította, hogy a csontok egy idős nőé voltak. Na most ezen túlmenően, amit mondani fogok, azt úgy tessenek felfogni, hogy ezt a Román Tudományos Akadémia mondta egy erdélyi ősünkről. A következőt állapították meg a sírban fekvő szeméről, a csontokból, amelyek között koponyacsont, medencecsont nem volt, csak lábszár csontok voltak, és talán felkarcsont, igen apró csontdarabkák és kevés.
Ebből a következőt állapították meg. Tatárlakai ősünk 147 cm magas törpe volt, sánta, egyik lába rövidebb volt, a gerince elferdült, a mellkasa deformálódott, tüdőbajos és szifiliszes volt. A Román Tudományos Akadémia a világ legelső, legalábbis eddigi világ legelső írásleletét tartalmazó emlékről. Hát ez jellemzi természetesen őket is, és mondom, ezt majd utána le lehet írni, le lehet másolni, és akkor ennek alaposabban utána lehet nézni. Közben ugye az elején, amit elmondtam, nagyon érdekes az is, hogy Nikolaj Vlassa olyan 5-6 évenként mindig egy újabb és újabb leletet vallott be, ami még a sírban volt. Tehát először volt az a pár négy fajta dolog, amit elmondtam, aztán mindig olyan 5-6 évenként újabb és újabb írásai jelentek meg, és akkor mindig valami még kiderült, hogy volt a sírban. Egyébként Vlassa 27 éves volt, amikor ezt a rendkívül jelentős leletet megtalálta. Ő, nem is ő találta meg, Erdélyi István írja le, hogy nem is volt jelen pontosan akkor, amikor ez előkerült. Egyébként még egy nagyon érdekes ebből a guztustalan véleményből, Marco Merlini a következőt írja még, hogy a szénizotopos vizsgálatok eredményei megkérdőjelezhetőek, ugyanis kiderült, hogy Vlassa megtalálás után újból kiégette a táblácskákat, és viszont nem közölte, hogy mennyi ideig és milyen hőfokon. Tehát ez már megváltoztathatta a későbbi szénizotópos vizsgálatok eredményeit, egy ilyen újbóli kiégetés. Valamint egyes, ugyan Merlini nem írja le a neveket, de azt írja, hogy néhány tudósnak az a véleménye, hogy Vlassa a Kolozsvári Múzeum régészeként hozzájutott az alaksorban tárolt Torma Zsófia gyűjteményhez, ebből vette ki, és ő maga helyezte a sírgödörbe a tatárlakainak nevezett leletegyüttest. Szóval egész végig, amíg foglalkoztam be a, már ugye 23 év volt, és Torma Zsófiát és Torma Zsófia munkásságát is ismertem, egész végig egy olyan felháborodás volt bennem, hogy ezt Torma Zsófiának kellett volna megtalálni. Nem ennek a román, fiatal román régésznek, és lehet, hogy valóban így történt. Ugye Torma Zsófia gyűjteményét eldugták, Kabai Lizett, kolozsvári művészettörténész és néprajztudós szerint a zsákokban tárolják ezt a hatalmas leletanyagot még a pár dolgon kívül, amit fent lehet látni. És feltételezhető, hogy Vlassa, aki 27 éves, feltörekvő, fiatal régész volt, valamivel meg akarta a hírnevét alapozni. Nem én találtam ki, én csak úgy éreztem, hogy ezt Torma Zsófia érdemelte volna a sorstól. De még mielőtt abba belekezdenék, hogy mit is találtak végül is pontosan a sírban, azelőtt Gábornak átadom egy kicsit a szót. Következő lemezünk készül. Tavaly is már ott tartottunk, hogy készül. Hát most sokan nem támogatják ezt a lemezt, hogy előre lehessen lépni érdemben. De lényeg az, hogy most már kész az anyag, és egyfajta keretben is megvan a ilyen bemutatkozó felvétel, tehát néhány hangszerrel. Ennek a címét az előbb nem említettem, de most mondom, hogy Pogány imád lesz a címe. És mielőtt bárki meglepődne, vagy megdöbbenne, esetleg fölháborodna a címen, akkor egy verszakot egy versből hadd idézzek. Pogány hitvallás magyarul. Hol vagy erős pogánysereg, hős vata, bálványos berek? Hol alszol bátor bocskai, Kossuth dicső csapatjai? A verset József Attila írta.
Hát nem mi találtuk ki, hogy őseinket egy kicsit figyeljük, és azokat az őseinket, akik a Kárpát-perencét ránk hagyományozták. Ugyanis bármekkora tisztelet övezi is a honalapítót, azért ő már egy kész területet vett át, ezt a területet pedig hunok, avarok, szkíták hagyták ránk, és érdekes módon ezeknek az utódait pogányoknak, hazárulóknak, kiskirályoknak nevezték, eltemették élve őket, mint Tonmúzóba besenyővezért, vatát kivégezték, koppányt kivégezték, Csák Mátyust, aki a történetben Csák Máté néven szerepel, de valójában Csák Mátyus volt, valamint Kád Lászlót egyházi átokkal sújtották. Érdekes módon mindig azokat, akik a magyar föld védelmében léptek fel. Mi úgy éreztük, hogy ezeknek a méltánytalanul háttérbe szorított embereknek és kedvezőtlen szerepben feltüntetett embereknek, őseinknek, hőseinknek kell, hogy emléket állítsunk. Ezek közül az egyik ajtóny, aki csanáddal vívott, és vív talán az égen a mai napig örök csatát. Maros vidék ura ajtóny vezér, életét adta volna Jézusért, ember nem tudta az Isten fiát, szentében tátos mondott imád. Ajtóny vezér kolostort épített, nem fogadta az üldözötteket, minden magyar menedéket kapott, aki István dühelől futott. Megcsukítva menekült a nép, csontját törték, levágták kezét, lerombolták az otthonát, elvették völgyét, megnyúzták lovát, szédának használták lányát, asszonyát. Rokonát, tartalót, csanádot, dobok a fiát, aki levált ajtóny vezér fejét, tartotta markát a jutalomért. A fény aranyhúz két kéz levet, amelyből Rubel és Attila evett, kendőbe kötött a tolvaj csanát, megdobta Marosvár halott nagy urát. Találjon, nem futhat megváltó halálba, elhagyva földi otthonát, az égen folyt a békékül csatát, ő sajtony és az áruló család. Sólyom és kesely harcol keresve, hullik a tolluk, vérük cseppje, nyáját terelgető gyerekre. Fölnézés a könnye kicsordul, évszázad évezredbe fordul. Az égen csatázik tovább, hajtódj!
Bízunk benne, hogy ez az örök két tartó csata valamikor Ajtón győzelmével végződik. Ha ez bekövetkezik, akkor a Kárpát-pence ismét a magyaroké lesz. Ameddig ez nem, addig egyelőre csak reménykedhetünk benne. És nézzük, hogy ehhez milyen adalékot szolgál, hogy mondottam, a Kárpát-pence ismét a magyaroké legyen, a rovásírás. Tehát mit is tartalmaz ez a román régész által áldozati gödörnek nevezett sír? Először is ugye tehát ennek a 40 év körüli embernek a csont, néhány csontocskájának a maradványát. Ja igen, mert itt folyton a gyertya. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. A lánglelkű költő szólt. 26 agyag istennő szobrocskát, ez természetesen 4 itt, nem 26, tehát a 26-ból 4, ezek körülbelül olyan 2-3 cm magasak, erősen elporlott, töredezett állapotban, valamint két alabástrom szobrocskát hasonló méretben. A Kárpát-medence csodálatos, még alabástrom is található benne, tehát az alabástrom szobrocskák is helyi alabástromból, kárpát-medencei alabástromból készültek. Ezeket Badinyó Jós Ferenc istennő, istenanya szobrocskáknak nevezi. Amiről a legelső tudósításokban nem volt szó, és Vlassa sem beszélt, ez a bizonyos csőtalpas edény, vagy csőtalpas váza, ez is töredezett állapotban volt. Ennek a töredékei között találták meg a szobrocskákat, tehát valószínű, hogy ebben ez a váza tartalmazta őket, ezt helyezték az elhunyt mellé. Szintén nem szóltak az első tudósítások az agyag horgonynak a töredékéről, tehát ez is volt a sírban. Egyébként a kolozsvári Szent Mihály templom előtt lévő ásatásokon ott is találtak egy agyagból készült horgony modellt, illetve egy vitorlás hajónak a modelljét. Alul pedig ez a spondilus kagylóból készült karperecnek a töredéke. És amiről szintén nem szóltak a kezdeti tudósítások, találtak még egy nagy vázának, a vál részének a töredékét, ez is égetett agyagból készült. Felmerült a kutatókban a kérdés tehát, hogy férfit vagy nőt tartalmazott ez a sír. Az én véleményem az istenanya szobrocskák és a karperec alapján az, hogy ebbe a tatárlakai sírba asszony temettek, és ehhez a véleményemhez semmiképpen nem járult hozzá az, hogy a Román Tudományos Akadémia is ezt állapította meg, és hát ugye később is tudtam erről. Hogyan halhatott meg tehát ez az ősünk, hiszen a csontjai megégettek és összetörődtek voltak, és mint látjuk, különböző kutatók, régészek szerint itt emberevés vagy emberáldozat történt. A korát ennek az elhunyt személynek körülbelül 40 évesre becsülik, azonban az újkőkorban egy 40 éves ember az a mai körülbelül 70-80 éves embernek számít, tehát az átlag életkor akkor 35-40 év volt, és tehát az életkora alapján természetes halállal is meghalhatott, és ezek az összetörött és megégett csontok sem mondanak neki ellent, mégpedig a következők miatt. Az újkőkorban kezdődik, és aztán a bronzkorban teljesedik ki a halott hamvasztás szokása a Kárpát-medencében. Tehát a megégett csontokra a halott hamvasztás szokása mindenképpen magyarázatot ad, de mi lehet a magyarázata az összetörött csontoknak? Ez egy a mai Magyarország területén található úgynevezett arcos urna, a centeri urnák közé tartozik,
és az urnás temetkezés is volt már az újkőkorban is. Torma Zsófia is tárt fel Tatárlaka környékén, Tordos környékén urnás temetkezésű sírokat. Ezeknek az urnáknak a magassága 30 és 50 cm között volt, és vagy a tetejükön, vagy pedig hátul a tarkó tájon nyílás volt a csontok részére. Tehát ez már is megmagyarázza az összetörött csontokat, hiszen egy lábszárcsontot vagy felkarcsontot nagyon nehéz elhelyezni egy 30 cm-es urnában, tehát nagyon valószínű, hogy miután elhamvasztották a csontokat, utána törték össze, hogy az urnába beleférjen, és az urnás temetkezést ősünknél, ennél a tatárlakai ősünknél is bizonyítja ez a nagy vázának égetett agyagból, amelyet vázának neveznek, de valószínűleg halotti urna volt annak a vár részének a maradványa. Ez egy bronzkori urna a mai ideiglenes határokon belüli Magyarországnak a területéről, azonban Erdély, Dél-Erdély területéről van nekünk újkőkori urnánk is, ugye teljesen hasonló a kéztartás is, és ennek az újkőkori urnán, ezen az újkőkori urnán még rovási jelek is felfedezhetők. Nagyon érdekes volt az is, mint mondtam, a külföldi kutatók sokkal nagyobb jelentőséget, de lehetőséget is kaptak ennek a tatárlakai együttesnek a vizsgálatára. Egy Sean Wynne nevű amerikai kutató a 80-as években Torma Zsófiának a leletei alapján, Torma Zsófia több mint 11 ezer hasonló írásjeles agyakkorongot ásott ki a Marosnak a leomló partfalából, és hát valószínű, ha nem ezek a politikai körülmények, akkor sokkal hatalmasabb leletanyagunk lenne most. Ezt a 11 ezer korongot és ennek az úgynevezett Tordos Vincsa műveltségnek a területén lévő további írásjeles agyakkorongokat és írásjeles edényekről Sean Wynne egy összegzést készített, és ezeket a jeleket 5 alapjelbe foglalta össze. Ez az 5 alapjel pedig a pont, az álló vagy a fekvő egyenes, az egymást keresztező két egyenes, ez a V, illetve rovásírás S-hez hasonló jel, és ez a hajlított jel. Felül pedig Forrai Sándornak az alapjelei láthatók, egyik sem ismerte a másiknak a munkásságát vagy személyét, és fölül pedig Forrai Sándor alapjelei láthatók, amelyet ő a székely magyar rovásírás betűi alapján állított össze, és látjuk, hogy ezek a jelek a pont kivételével egyezőek, hiszen itt az egymást keresztező egyenesek is megtalálhatók. Tehát ez is egy óriási bizonyíték arra, hogy innen a Kárpát-medencéből áradt szét, indult ki az írás tudománya egész Nyugat-Európa, Európa, Ázsia és délfelé ezekre a térségekre, valamint bizonyíték arra is, hogy a székely magyar rovásírás bizony rendkívül régi, nem csak az avar kortól származik, vannak kutatók, akik csak az avar leleteket hajlandók elfogadni hivatalos régészeti eredményként, hanem részei ennek a 8-9 ezer éves íráskultúrának, legalábbis az eddigi régészeti eredmények 8-9 ezer évig nyúlnak vissza, de természetesen nem találtunk meg még mindent. Itt van néhány ebből a torma gyűjteményből, néhány korong, ez nagyon kevés, a 11 ezerből néhány, és ennek alapján az a feltevés is alakult ki bennem, hogy
Itt Erdély területén már az újkőkorban egy iskola működött, és az újkőkori gyerekek ezeknek a korongoknak a segítségével tanultak meg írni, olvasni, ők is készítették, ők karcolgatták rá a betűjeleket, majd pedig egymás mellé rakva szótagokat, szavakat, mondatokat raktak ki belőle, és így tanultak meg olvasni. Itt van például egy zséjel, itt egy hájel, tehát ezek a korongok itt a képen nem mind pontosan úgy vannak fordítva. Forrai Sándor is tanulmányozta ezeket, és 70%-nak találta a megegyezést a mai székely magyar rovásírással. Sajnos nálunk ezek a teljes 11 ezer korongnak a rajzolatát, képét nem lehet sehol sem a Széchenyi könyvtárban sem tanulmányozni, nincs is meg talán Magyarországon, viszont Torma Zsófia egyik életrajzírója, Jáki Gábor írja, hogy a Princetoni Egyetemnek a könyvtárában tudta tanulmányozni ezeknek a korongoknak a rajzát. Sajnos nálunk nem lehet hozzájutni. Néhány párhuzamot szeretnék a korongokkal kapcsolatban. Felmerült hasonlóság orsógombokkal, az orsógomboknak azonban középen van a nyílása. Ide helyezték be azt a pálcát, amire aztán a fonalat feltekerték, tehát az orsógomboknak ebbe a nyílásába. Az orsógombok nagyon gyakran tartalmaznak betűket, feliratokat, éppen Harangozó Imre mondta körülbelül másfél órával ezelőtt, hogy Újkígyóson is találtak egy olyan orsógombot, amelyen rovásírás M betű volt, tehát valószínű ez annak a hölgy nevének a kezdő betűje, akié az orsó volt. Aztán más párhuzamok, sumér égetett agyaktábla a Dzsemdet-Nasz korszakból, körülbelül időszámításunk előtt 3000-3500-ból. Ez például egy hasonló képjel, mint amit látunk a korongunkon a jobb alsó sarokban, tehát itt is látható ez a három felfelé álló jel. Nagyon jól össze lehet szedegetni, akinek megfelelő mennyiségű ilyen égetett agyaktábla képe van, össze lehet szedegetni a korongnak a párhuzamait. Az állatalakos táblának is, a harmadik ennek az állatalakos táblának, amelyen a két, illetve a kecskeszerű állat, a fa és az a másik bizonyos ördögszerű lény látható, ennek is rendkívül sok párhuzama van a népművészetünkben is, és a tőlünk átvett környező népek művészetében is. Ez például szintén egy életfára ágaskodó két kecskeszerű állat, ez egy kelta kard pengéjéről. Aztán egy 19. századi zsebtükörnek a hátlapján két kecskeszerű állat, beszélő állat, az életfa körül fölötte a beszélő madárkák. Életfára ágaskodó oroszlányaink is vannak, ez a legszebb tarsolylemezünk, az etelközi tarsolylemez, amelyet a hivatalos történészek DNS István Mari vagy Cseremisz tarsolylemeznek nevez, természetesen ez honfoglaló. Ez a honfoglás az idézőjelben hangzott el, hiszen a magyarok ősei már csak a tatárlaki lelet alapján is legalább 8-9 ezer éve a Kárpát-medencében élnek, de Árpád magyarjainak a tarsolylemezei közé tartozik. Aztán a pálosrend címere szintén életfára ágaskodó oroszlánok láthatók a pálosrend címerén. A jelek párhuzamai, a korongon látható jelek párhuzamai rendkívül szétágazóak, tehát egy külön előadást lehetne megtölteni a jeleknek a párhuzamaival. Csak néhányat gyűjtöttem most ki önöknek.
Megtalálhatók például egy franciaországi barlangban, az úgynevezett Mádazili barlangban. Rendkívül érdekes ez a barlang, a Pireneusok tövében egy hatalmas alagútszerű barlang, és ebben egy patak folyik, és ebben a patakban találtak körülbelül 1000 hasonló nagyságú követ, és ezeken a köveken vasoxiddal festett írásjelek vannak, amelyek közül nagyon sok megegyezik a ma székely magyarnak nevezett rovásírás jeleivel. Aztán megtalálhatók a franciaországi Glózelben, ez egy rendkívül érdekes lelőhely, ugyanis itt szintén egy égett falu gödörben találtak csontokat, csontokra vésett írásjeleket, eszközöket, és ezt egy földműves találta meg itt Franciaországban, Glózelben 1924-ben. Szerencsétlen földműves először nagyon megörült, de aztán élete legszörnyűbb időszaka kezdődött, ugyanis a hivatalos történetírás képviselői azonnal hamisítónak kiáltották ki, és a Francia Tudományos Akadémia teljesen tönkretette az életét. Végül egy helyi orvos, dr. Morley a pártjára állt, felvásárolta tőle a leleteket, egy kis múzeumot épített ott Glózelben, és ez az orvos 111 jelet gyűjtött össze ezekről a csontokról és más tárgyakról. Ezeknek a leleteknek az életkora egyébként 12.000 és 4.500 év között van. És a 111 jelnek a képe, akit érdekel, majd meg lehet tekinteni, szinte tökéletesen megegyeznek a székely magyar rovásírásnak a jeleivel, szóval hihetetlenül csodálatos. Amikor Pécsen volt a tatárlakai korongról előadás, Bárdi professzor úr megtisztelte az előadást, és ott egy nagyszerű adalékkal szolgált ősi kínai írásjelek, szintén nagyon sok felfedezhető a mai székely magyarnak nevezett rovásírás jelei között. Még egy furcsa, ja igen, folytatnám, hogy hol lehet még megtalálni a párhuzamokat. Meg lehet találni például a holdvilágárokban, Andrássy Kurta János könyveiből, ő le is rajzolta, szobrász és íráskutató, és két könyve is foglalkozik ezzel, tehát a holdvilág árokban is, tehát hihetetlenül összefügg ez az egész lelet az őstörténetünkkel. Természetesen megtalálható ebben a bizonyos Tordos Vincsa műveltségben mindenütt, tehát Erdély és a ma Bulgáriának nevezett terület északi részén, korai sumér képírásos agyaktáblákon, sumér pecsét hengereken, Urnamu sumér király 3 méter magas emlékoszlopán, kínai jóscsontokon, aztán a krétai lináris beírásban, ez fiatalabb időszámításunk előtt 1800-ból, 2000-ből származnak ezek, avarkori murfatlári barlangkolostor falain, ez ma sajnos Romániához tartozik. Megtalálható a svájci hunok névjelei között, amelyet Fischer Károly Antal után aztán Kiszeli István is kutatott és összegyűjtött, Svájcban a hun maradékok névjelei között megtalálható. Megtalálható az avarkori János Hidai csontűtartón, és a tászoktetői 13. században vésték rá a tászoktetői köveken. Ez csak mondom egy töredéke annak, amit Szőke István Attila és Kerecsen Fészekbe meghívott minket. Ott kicsit több időnk volt, többet tudtam ott ezekből bemutatni, ezekből a képekből és párhuzamokból. Még egy érdekesség és rejtély, a korong méretei. Háromféle méretet mondanék, és a legérdekesebb az, hogy mind a háromféle méret különbözik.
Nikolaj Vlassa, tehát a román régész Makai János professzor szerint is, bár ő atyai barátként viselkedett ezzel a fiatal régésszel, de meglehetősen hebehúrgyán történt a feltárás adatainak a rögzítése. Mondanám akkor, Nikolaj Vlassa mérése szerint a korong átmérője 6,6 cm. Egy francia kutatónő, és ez már a kiégetés után történt, mert többször felmerült a hallgatóság soraiból, hogy Vlassa először lemérte, majd utána égette ki még egyszer, és utána történt ez a méretváltozás, amit a francia kutatónőnél majd látunk. De nem, ez a kiégetés után történt, miután Vlassa másodszor is kiégette a leleteket, tehát 6,6 cm az átmérője. A hiányos rögzítésre, az adatok hiányos lejegyzésére jellemző, hogy Vlassa a korong vastagságát nem is adta meg. Emily Masson, francia kutatónő 6 cm-nek mérte a korong átmérőjét, tehát egy ilyen kis tárgynál rendkívül jelentős ez a 6 mm-es eltérés. Ő a vastagságát is megadta, a korong vastagsága 2,1 cm. Csak érdekességként a másolat, amit vásároltunk az erdélyi, a Kolozsvári Történeti Múzeumban, hát kicsit spóroltak a románok, bár mindenre megesküdtek, hogy pontosan az a méret, ez már csak 5,5 cm volt az átmérője, és a vastagsága csak 1,5 cm. Most nem húznám az időt azzal, hogy a másik két táblácskának a méreteit itt felolvasom. Mindegyik méretnél rendkívül jelentős a különbség. Ide külön kiteszem, és akit érdekel, annak szívesen odaadom lemásolni. Ebből arra következtettem, hogy Vlassa és a francia kutatónő Emily Masson nem ugyanazokat a tárgyakat tartották a kezükben, ami azt jelenti sajnos, hogy ki tudja, hogy hány változat forog már ezekből a korongokból és a táblácskákból, és vajon ki tudja, melyik az eredeti, és vajon hol van az eredeti. Úgy gondolom, hogy a magyar tudományos köröknek lett volna a feladata, hogy amint ez kiderül, abban a pillanatban ezeket a rendkívül fontos adatokat rögzítsék és közzétegyék. A hely szelleméhez híven egy kicsit a felvidékhez kapcsolódó dallal, mondjuk versét Klár írta természetesen. Mint említettem volt, Csák Máté néven kiskirályként tartja és tanítja a magyar történetírás a gyerekeknek, és a felnőtteknek is ezt mondják. Lázadónak, Anzsu Károly, Róberttel, a központi hatalommal szembeszálló, mérhetetlen oligarha és hasonló jellemtelen jelzőkkel illetik, akit aztán a római egyház kitagadott és egyházjátokkal sújtott, pontosan egy olyan Gentile nevű bíborosnak a javaslatára, akiről még a legenyhébb fogalmazások szerint sem lehet azt mondani, hogy tisztességes volt. A vatikáni vagyon és pénzeknek az elherdálásával vádolható, valamint az a pápa is, aki akkoriban élt, szintén nem méltó arra, hogy az egyház a legméltóbb fiaihoz sorolja. Na most ilyen emberek próbálták egyházjátokkal sújtani, és őt meg is tették, csak hogy erre Csák Mátyus fütyült, és életében nem is tudták tédre kényszeríteni, annak ellenére, hogy idegen zsoldosok jöttek Magyarországra. Ezt azért bátorkodom hangsúlyozni, mert jelen pillanatban bármennyire talán nem tudják, hogyha Magyarországon bármilyen lázadást törne ki az Európai Unióval szemben, és veszélyeztetnék a Kárpát-perencét elárasztó külföldi érdekeltségeket, akkor ezzel már nem a magyar hadsereget vetik be, hiszen magyar hadsereg nem létezik, hanem a külföldi, az egységesített európai haderőnek a zsoldosait. Ezt azért mondom, mert bár lehet, hogy most könnyebben jövünk át a felvidékre, vagy önök könnyebben jönnek át, már akik itt laknak hozzánk,
de ez igazából csak arra jó, hogy az a kalmár és kereskedő réteg, amelyik hát kereskedik, azok vámhatárok nélkül egységes pénzrendszerben több nyerességre tegyen szert. A lakosságnak ebből az égvilágon semmilyen haszna nem lesz, ezt majd meg fogják látni, amikor szétesik az egész. Látják, hogy nem akarják az európai alkotmányt sem megszavazni, Anglia megtartotta a fontot, a németek gondolkodnak a márkó újbóli bevezetésén, az olaszoknál már készen áll a líra az újbóli bevezetésre. Ennyit az Európai Unióról és arról, hogy mi ismétlődik meg körülbelül 700 évvel azután, hogy Csák Mátyus ez ellen az akkori Magyarországot és a magyar földet elfoglalni kívánó külföldiekkel szemben miért is lett kiskirálynak kikiáltva. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a mi szemünkben valahogy is talán nem sértő, sőt úgy érzem, hogy a mi szemünkben főleképpen egyfajta tiszteletnek a megnyilvánulása a felvidéken mi, ha nem is kiskirálynak, de a felvidék egyik megmentőjének tartjuk Urbán Aladár. Oh!
lába két idimel, három század múlva. Egy elme beteg Habsburg, még felről mondhatja. Építs fel, Csák Mátyus jó úrunk, hazánk védelmére, ott a vasút a súlyt. Csák Mátyus. Hát igen, haladni kell a korral, még hogyha nem is biztos, hogy mindenkinek tetszik, legalábbis a magyar kormányban. De visszatérve a rovás írásra, most ugyan talán nem tudunk ítélni a felvidéki emlékekre, de más előadásban, meg tavaly is volt már róla szó. Tehát a felvidék nem szégyenkezhet, és nem is kell, hogy szégyenkezzen azzal, vagy abban a tekintetben, hogy itt nem maradtak ránk emlékek. De visszatérve az erdélyi tatárlakára, itt Klári talán egy érdekes megfejtési lehetőséget kínál önöknek. Megközelítőleg 500 értelmezést gyűjtöttem össze a tatárlakai lelet együttesről. Véleményemmel azonban egyikükhöz sem tudok teljes mértékben csatlakozni, mert a korongot legtöbben környezetéből kiragadva, mint független tárgyat, és nem mint egy 7-8 ezer éves temetkezés részét vizsgálták. Csak kevesen kapcsolták a másik két táblácskához, és még kevesebben a sírban elhelyezett ősünk személyéhez. Amikor a táblák készültek 8-9 ezer évvel ezelőtt, a földlakói, ezt úgy tessenek hallgatni, amit most felolvasok, hogy ez egy feltételezés, tehát nem beszélek bizonyosságról, nem akarom önökre rákényszeríteni a véleményemet, ez amit én itt 23 év óta összegyűjtöttem, utána kutattam, ez az én egyéni véleményem, nem, ezt egyáltalán nem fontos megfogadni, hozzá lehet tenni másoknak a véleményéhez, tehát ez az én feltételezésem, nem bizonyosságként tárom önök elé. Tehát én magam meg vagyok róla győződve, de önökre ezt semmiképpen nem akarom rákényszeríteni, önök feltételezésként fogadják csak el. Amikor a táblák készültek 8-9 ezer évvel ezelőtt, a föld lakói közül még csak a mi Kárpát-medencei elődeink tudtak írni, olvasni. Nem tudhatjuk bizonyosan, hogy írásukat hány jégkorszakon és hány természeti katasztrófán mentették át sok 10 vagy 100 ezer évvel ezelőttről. Ez a 100 000 év egyébként, sőt több 100 000 év dr. Zakar Andrásnak az egyik írásában is olvasható. Ő Mincenti herceg primás úrnak volt a titkára, és abban a szerencsében és megtiszteltetésben volt részünk Gáborral, hogy néhány évtizeddel ezelőtt járhattunk hozzá, és hallgathattuk őt személyesen. És ő írta az egyik írásában, hogy a rovásírás története több 100 000 év messzességben nyúlik vissza. Abban sem lehetünk tehát biztosak, hogy itt alkották meg ezen a bolygón, vagy pedig Csaba királyfi valamelyik ősapja hozta csillagösvényen. Az viszont biztos, hogy ez egy tökéletes anyanyelvünk minden hangjára megfelelő, könnyen tanulható betűkészlet, amelyet bármilyen anyagra, bármilyen körülmények között fel lehet vinni, és ez a betűkészlet az ott látható 30 vagy 32 betűből áll. Azért mondom ezt feltételesen, mert nem vagyok teljesen biztos még jelenleg abban,
hogy őseink az A és az E betűre használtak-e külön jelet. Az E betűre először a 17. században találtam még eddig példát. Ez még egy további kutatás tárgyát képezi majd. Az utolsó jégkorszak után körülbelül 8-9 ezer évvel ezelőtt elődeink kidolgoztak a Föld még írni nem tudó lakói számára egy képi jelrendszert. Tehát őseink már az írás, a rovásírás, a betűírás birtokában voltak, mint mondtam, valószínű több százezer évvel ezelőtt. Azonban 8-9 ezer évvel ezelőtt ők egy képírás jeleket, képírást dolgoztak ki, és ezt a képírást azért hozták létre elődeink, mert a még írni-olvasni nem tudó népeknek szüksége volt egy általánosan használható kifejező eszközre, amely olyan egységes volt, mint ma a közlekedési táblák. Ezt a Föld legtöbb lakója, akkori lakója tudta értelmezni, hiszen töredékei mindenütt megtalálhatók ennek a képírásnak az újkőkori emlékek között. Az átmeneti kőkorban és az újkőkorban a népsűrűség igen alacsony volt, és ez megkönnyítette tanító őseink munkáját. Ezzel a képírással őseink feljegyzéseket, emlékeztetőket készíthettek tanítványaik számára, idézőjelben, és a tanítványok és önmaguk társaik számára. Miután elődeink körülbelül időszámításunk előtt 7 és 6 ezer között elterjesztették ezt a képírásos rendszert, amellyel mintegy előkészítették a talajt a betűírás számára, elkezdték ezt a bizonyos meghatározhatatlan ősidőkből származó 30 vagy 32 betűs ABC változatait elkészíteni és az érdeklődőknek kiosztani. Ezeket a változatokat a mai erdélyi Tordos területén a Maros partján lévő telepen készítették, mint ahogy ez Torma Zsófia tízezret is meghaladó számú rovásjeles korongjai bizonyítják, és hát még mennyi lehet a földben. Ezekkel az ABC változatokkal ismét elindultak tanítani, ugyanúgy, ahogy 1000-2000 évvel azelőtt a képírással tették. Voltak olyan népek, akik maguk jöttek el a betűkért, Kálai Ferenctől tudjuk a Pogány Magyarok Vallása című könyvéből, hogy a pelazgók 16 betűt vittek le a mai Görögország területére, tehát őseinknek ez a tanító tevékenysége még a szkíta korban is folytatódott. Őseink elkápráztató ötletességgel alkották meg az írásjelek és az írásmódok változatait, majd nemes önzetlenséggel és bizonyára nem kis fáradozással adták tovább. Mindegyik továbbadott ABC tartalmazott több-kevesebb elemet a 30 vagy 32 betűs Kárpát-medencei ABC-ből, és ezzel utalt az eredetére. A korongon ebből a 30 vagy 32 betűs ABC-nkből 4 jel látható. Maga a korong és az azt 4 részre osztható kereszt a rovásírás F betűje. A történet a bal felső sarokban kezdődik, itt ez a kis bizonyos V jel mutatja, amely a kezdet a felkelő napnak az első sugarainak a jele, tehát ez jelöli a kezdetet. Ez a rovásírás Z betűje, amely a sírban fekvő elhunyt személy, elhunyt ősünknek a vezeték nevének a kezdőbetűje. Őseink mindig is a családnevet helyezték előre, hiszen megtisztelték ezzel a családjukat, elődeiket, nem önző módon a saját személyüket tolták előre. A második jel pedig a rovásírás eny jele, amely valószínű, hogy ősünk keresztnevének a kezdőbetűje volt. A judeo-keresztény naptárakban ennyel kezdődő női nevet nem lehet találni, hiszen ugye amikor a latinbetűs írásra rákényszerítettek bennünket,
akkor 13 hangunkra, köztük az enyre sem volt ebben jel. Szegedi Csanád azonban írt két nagyszerű könyvet, amelyben összefoglalta a régi neveinket, és a Szegedi Csanád könyvében például 25 ennyel kezdődő női nevet lehet találni. Természetesen nem biztos, hogy ezek közül való volt. A Balalsó negyedben azt tudjuk meg, hogy hogyan halt meg tatárlakai ősünk. Ez a felső két jel, ez képírásos jel. Lenyilaszták, két nyilvessző ölte meg, és ez a harmadik jel, a gyé rovás jel, pedig vagy annak a névjelének a kezdőbetűje, aki ezt a gaztettet elkövette, vagy pedig annak a népnek, a nevének a kezdőbetűje, amelyből származott. A jobb felső sarok, ez egyfajta gyászjelentés. Ez a fésűszerű jel a nemzetközi néprajzban az esőnek a jele. Egy képet hoztam most csak önöknek ezzel kapcsolatban, ez Kabai Lizetnek a Szeretvető tártos, azt hiszem abból a könyvéből való, ez egy 6000 éves edény töredék Erdélyből, és ez a fésűszerű jel itt is az esőt jelenti. Alatta pedig ezek, tehát itt ez a, ennek az átvitt értelemben az esőnek a jelentése a gyászolóknak a szomorúságát jelenti, tehát hogy megsiratták, hullott a könnyük, mint a záporeső. Az alatta lévő jelek pedig az őt gyászoló vagy a rokonoknak a számát jelenti. De már amióta a könyvbe megjelent a tanulmány, azóta az is felmerült bennem, hogy ezek a jelek az ókínai jelek között a holdat is jelentik, tehát az is, azt is jelentheti esetleg, hogy mennyi idő, hány hold hónap telt el azóta, vagy mennyi ideig gyászolták tatárlakai ősünket. Tehát itt négy hónap szerepelne ebben az esetben. A jobb alsó sarokban egy tűzhelynek a képi megjelenítése látható. Ez azt jelenti, hogy ősünket elhamvasztották, mint ahogy már a hamvasztásos temetésről szó esett. Itt pedig egy nap és egy hold oltár látható. De hogyha rápillantunk a képre, azt is jelentheti, mint esetleg egy eltávozó léleknek a képét. A holdon nyugvó napkorong egyébként Bárdi László kínakutató szerint a múlt időt jelenti, tehát elment a nap, elment a hold, tehát ez a múlt időt jelentés, ez ennek a jelentésnek is megfelel, hiszen a lélek eltávozott, elhagyta a földet, befejezte a földi pályafutását. A következő tábla, ez az úgynevezett képírásos tábla. Ezen képírás és legfeljebb egy rovás betű található, de ez sem biztos. Mivel a két kis V-jel a középső oszlopban látható, ez a kezdet. A korongon és ezen a képírásos táblán látható furat azt jelenti, hogy ezeket az elhunyt nyakában helyezték, tehát ezek személyesen róla szóltak, az ő életéről szólnak, az ő életéhez kapcsolódnak, és ezeket a táblákat a sírban elhelyezve, ezeket a csontok mellett találták meg, tehát nagyon valószínű, hogy valóban a nyakában helyezték ezeket. A zsinór az természetesen elhamvadt. Tehát középső oszlopban egy növény és egy lónak a képe látható. Visszatérve egy kicsit Harmata János megfejtésére, amelyet külön nem említettem itt az 50-52 megfejtés között, Harmata János megfejtése arra utal, hogy a korong adományokat
tehát azt jelenti, bizonyos adományokról szól négy sumér istenség számára, amelyek között tönkölybúza és lovak is szerepelnek. Tehát bizony feltételezhetjük akkor a koronkora alapján, hogy 8-9 ezer évvel ezelőtt már a lótenyésztés létezett a Kárpát-medencében. Tehát ősünk növény- és állattenyésztéssel foglalkozott, és a bal oszlopban lehet látni több egymáson heverő állatnak a kusza képét, amely azt jelenti, hogy nem csak őt, hanem állatait is lenyilaszták, és az alatta lévő kis kerettel elhatárolt két kép, a baloldali, vagy egy kis csikónak a fejét, vagy rovás T betűt jelent, és a jobboldali pedig egy tároló edénynek képe. Amennyiben ez egy rovás T betű, akkor valószínű, hogy a túlélő személynek a neve, ha nem, akkor pedig az, hogy tehát egy, az állatok közül azért megmaradt, és az összegyűjtött termények közül is maradt meg, tehát segítség érkezett valószínűleg, csak sajnos későn. A jobboldali oszlopban látható alul ez a halotti urna, és ez a négyzet alakú tárgy, ez nagy valószínűséggel a táblácskákat jelenti, amelyeket belehelyeztek ebbe az urnába, a vonalak pedig ezeket a csontokat jelentik. A harmadik az állatalakos tábla, ez nem az elhunyt nyakában volt, mivel nincs rajta lyuk, és tehát ez azt jelenti, hogy nem közvetlenül az ő személyéhez kapcsolódott, hanem nagy valószínűséggel az ő népéhez, népéről szól, és amint látjuk, ez a, erre a békés állattenyésztő, ezt jelenti ez a, koró, ez a táblácska véleményem szerint, erre a békés állattenyésztő növénytermesztő népre támad rá ez a bizonyos ördögi lény, és megpróbálja őt elűzni az életfája közeléből. Egyébként még ehhez az életfához kapcsolódik ez a bizonyos hettita pecsét hengernek a képe, ahol itt már ez a bizonyos két kecske átlényegülve, miután már ők csak ősszülők, tehát test nélkül átlényegülve a szellemvilágban élnek, de utódaik már itt vannak. Az életfa pedig oszloppá lényegül át, de a gyökerek még jelzik az életfa jellegét. A hold itt a földet tartja, nem a napot, és a két szárnyas alak pedig őrzi a földet, és ezeket a mitikus képzeletbeli állatokat. Tehát elismételve végül is az, hogy mit is jelent a koronggal való foglalkozás, mit is jelentett, mi is szűrődött le bennem, megismételve még egyszer azt, hogy a leglényegesebb az, hogy a mi őseink, tehát a magyarok ősei, Kárpát-medencei elődeink mindig is itt éltek a Kárpát-medencében beláthatatlan ősidők óta. És rendelkeztek az írásnak, a rovás írásnak a tudományával. 8-9 ezer évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak után ezek az őseink képírást alkottak a környező, vagy a föld távolabbi részein élő írni, olvasni még nem tudó népek számára, mint egy előkészítő, aki tanít, az nagyon könnyen el tudja képzelni, mint egy előkészítő osztályt hoztak létre, és abban ezt a képírást elsajátították, átadták, megtanították azoknak, akik még nem tudtak írni, olvasni. Majd pedig miután ez egész bolygónkon elterjedt, 5-6 ezer évvel ezelőtt szintén kirajzottak a magyarok ősei a Kárpát-medencéből, és elterjesztették a rovásírást. Erre
rendkívül sok példa van szintén, amelyet most itt nem volt időm bemutatni, de amint Márdi Lászlónak ebből a saját kezüle készített vázlatából láthatják, tehát még a kínai írás is feltételezhetően a rovás írásból származik, főként azért, mert mindegyik írás későbbi, mint a rovás írás, tehát ez a legkorábbi írás. Ennyit szerettem volna önöknek itt nagyon röviden összefoglalva, 12 óra helyett másfél órába a Kárpát-medencei lelettel kapcsolatos kutatásaimat. Akit érdekel, majd Veronika előadását nem megzavarva és abban nem belemenve, majd ezt akár most is még van egy negyed óra, tehát a méreteket le lehet írni ezt a bizonyos világhálós számot, ami meg lehet találni Marco Merlini olasz kutatónak, ezt a meglehetősen felháborító véleményt tartalmazó tanulmányát. Akit érdekel, szintén le lehet majd írni. Néhány hete Gábor és egy barátunk létrehozták a Forrai Sándor rovásíró körnek a honlapját, ezt is nagyon szívesen adom lemásolásra, és szintén talán ott találtak is egy párat, akit a rovásírásnak a számítógépre tehető CD-je érdekel, tehát ezt a CD-t, aki a számítógépébe, én nem értek hozzá, én a kézírás híve vagyok, de természetesen vannak, akik szívesebben írnak géppel. Szintén itt található egy Móri illetőségű úrnak a címe, aki ezt a CD-t gyártja, és aki ezt a számítógépére ráhelyezi, az már géppel tud írni. Akit esetleg a teljes tanulmány érdekel, Anikónak hoztam néhány könyvet ebből a Kőbevésték Fábaróták című könyvből, nála meg lehet vásárolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, nagyon szeretek itt lenni Ipolyságon, Felvidéken, nagyon kellemes itt mindig a hangulat, nagyon jó előadások vannak, előadótársaik, és akkor én most már befejeztem a beszédet, még Gábornak visszaadom a szót egy kicsit. Minden évben készítünk egy ilyen füzetet, amely tartalmazza ennek a rovásírás versenynek az összes részletét, a résztvevőket, egyénieket, iskolákat, elérhetőségüket, feladatokat, kik voltak az értékelőbizottságban, mik voltak a megoldások, ki írt róla, előtte, utána. Tehát mindent, és maga a rendezvénynek a költségvetése is nincs 99 évre titkosítva, tehát nyugodtan meg lehet nézni, nem csak a pénzügyi ellenőrző bizottság juthat hozzá, az is csak akkor, hogyha bennfentes, tehát nem kereskedelmi és kalmár szellemű titkolózásról van szó. A Kárpát-medencében feltüntetett fehér pontok jelezték, hogy tavaly honnan jöttek a gyerekek. Hát már ez is elég szépen lefette, az idei az még látványosabb lesz, de hát az még most készül. Úgyhogy én mindenféleképpen arra kérném önöket, hogy azon így mondom, ne csak meghallgassák ezt az előadást, hanem adják is tovább, és ha egy mód van rá, az ismertségi körükben, rokonok, gyermekek, unokák körében hívják fel a figyelmet a rovásírás fontosságára. Roppant egyszerű, a gyerekek szeretik. Ha egyszer már látták, azonnal megkedvelik, és attól már az Istennek sem lehet őket lebeszélni arról. És bár Klári mondta, hogy ő inkább a kézírásnak a híve, azonban fejlődni kell a technikával és a műszaki ismeretekkel. Ezért csinálták rovásíró barátaink Móron a számítógépes változatot, ugyanis például a jelentkező gyerekeknek és iskoláknak a 99%-a már számítógépen, villámlevélben, azaz idegenül e-mailben küldte el a jelentkezését. Tehát roppantul szeretnek egymással csettelni, hogy ismét magyarul beszéljek. Tehát ez a jövő, tetszik, nem tetszik, ha nem akarunk lemaradni, akkor ezt tudomásul kell venni. Végezetül pedig két dalt szeretnék, de pontosan a két befejező dalát ennek a készülő pogányimáknak elénekelni. Az egyiket, a Felnézek a csillagokra, tavaly még nem volt kész, amikor itt voltunk. A Turáni tölgy az talán már megvolt, erre nem emlékszem. Ezt a kettőt szünet nélkül összefűzve
fogom elénekli önöket, megköszönöm a figyelmüket. Letekintve kedves hazára. Itt ringott bölcsök, itt nevelt anyám, az első íjamat itt adta át apám. Itt ringott bölcsök, itt nevelt anyám, az első kardot itt adta át apám. Nézd a szemembe és fogd meg a kezem, így ezer ördög sem küldte fellelem. Végheti pihar életfánk árnait, felépítjük várunk újra nyomit. Itt róttuk először Kálon nevünk, itt tanult jár még kicsi gyermekünk. Itt adott a bűntárnáló kenyeret, itt járja éjszaka Isten a hegyeket. Mezőkről felszáll a hűspára, egy hatalmas sólyom a szárnyait kitárja. A sólyommal együtt a lelkünk is szárnyal, letekint a Kárpát hazára. Itt ringott bölcsöm, itt nevelt anyám, az első íjamat itt adta át a pár. Itt ringott bölcsöm, itt nevelt anyám, az első kardot itt adta át apám. Nézd a szemembe és fogd meg a kezem, így ezer ördög sem tétke bellenem. Épeti fihar élet fántágait, felépítjük várunk új bolgyait. Itt tudtuk először Kálon nevünk, itt tanult Isten a hegyeket. Itt mondtuk először Kálon nevünk, itt tanult járni kicsi gyermekünk. Itt adott földünk tápláló kenyeret, itt járja éjszaka Isten a hegyeket. Elnézek a csillagokra, úgy érzem, hogy Csaba néz vissza, vagy egy másik nagy
kezek, de a magot újra ölöd. Kurámi tőt, vigyázz leány, mert ez a föld az ős hazánk. Ez a föld az ős hazánk, az Ipolyság is. Köszönöm szépen!